mellesleg legalább látjuk az arcodat. Jó. Tehát így... Csupán ennyi a praktikus oka, vagy semmi színész mélység áll. Nem, tehát a színház az matek lecke első körben. Utána egy nagy művészet. Ja. Kamu mikrofonálványunkat. Gyönyörű. A tipikus tévés színekkel, bár ez nem fehér, de a Git egylet használja ezt a politikai beszédéhez, igaz? Feléred az állványt, na gyere. Hát még egy sámli, aztán fölé. És ez nem igazi. A szivacsát nem lehet levenni, ez ilyen műanyag csű. De le lehet szedni. Le lehet? Lehúzható. Tadá! Igen. Ez egy ilyen kamu mikrofonálvány. Megakasztó bumszi van rajta. Hangosító mester, hogy a Vix, mondta, hogy a Vix színházban sincs ilyen jó. Még bohóc koromból megmaradt ez a... Szia, kérsz lufit? És én gyerekkoromban hogy utáltam a bohócokat? Én még most is. Féltem tőle. Ezért nem vagyunk jó barátok, Tamás. Szeretlek ám? Ja, és ezt az állványt a nagy pásztornak az apukája készítette. Pontosan. Ugye a szülők nagyon megmozdultak, és rengeteg dolgot készítettek. Akár a díszletépítés maga, vagy az állványkészítés. A megsimán sütini. Ketrec, ami a targoncán van. És hát persze a főpróba héten minden nap sütemény, palacsinta. Innivaló. Bogrács, igen. Rengeteg elképesztő. Kaja dömping volt. Teljesen. Sőt, annyi kaja megmaradt, hogy már azon nagyaltunk, hogy milyen civil szervezetnek vihetjük el. De tényleg? Milyen jótékony lélek vagy. Nem, csak hát én nekem mindig fáj a szívem, ha egy csomó étel megmarad. Persze. Na menj, ezt tegyél. Ezek, ha metagszájékről van bízva a dolog, akkor nem marad meg egy palacsit.